A legdélebbi vajdasági magyar faluban Székelykevén a bukovinai székelyek leszármazottai laknak. Az utóbbi egy-két évben ezt a települést is sújtja a migráció. Külföldön való boldogulást egyre inkább az jelenti mindenhol a Kárpát-medencében, hogy az emberek gazdaságilag tudnak-e boldogulni. Még inkább így van ez a vajdaság területén, ahol tudjuk, hogy nagy az elvándorlás. Úgyhogy ma sajnos ki kell mondanunk azt, hogy aki a vajdaságban vállalja a magyarságát, az vállalja azt is, hogy gazdaságilag nehezebb helyzetben van, nehezebb környezetben él, mint a magyarság többi része. Bogos Tivadar, Székelykeve tanácselnöke hangsúlyozta, az itthon maradtak számára fontosak az ilyen látogatások, amelyek azt bizonyítják, hogy az anyaország nem feledkezett meg róluk. El lehet menni, haza lehet jutni. Hát vannak emberek, akik eddig itthon voltak, és munkanélkül tétlenül, és nem mondjam, hogy pánikba estek, hogy mi lesz a jövőkben. Mostan pedig az történik, hogy ezek az emberek havonta, két havonta, három hónap havonta hazajönnek. Az a legfontosabb, hogy az ingatlanjukat nem adták el, tehát a házat, a földet még nem adták el, hazajárnak és a szüleiket segítik. Hát én így nézem ezt az elvándorlást, hogy addig, ameddig nem adják el a házukat, az ingatlanok, addig még számítunk rájuk. Kövér László elmondta, Pásztor Istvánnal, a VMS elnökével megvitatták, hogy milyen elképzelései vannak a pártnak az elvándorlás lelassítására. A migráció megállítására tett erőfeszítésekben a vajdasági magyar politikusoknak, a szerb koalíciós partnereiknek és a magyar kormánynak is részt kell vennie, mondta a Magyarország gyűlés elnöke. Nem sokára, néhány napon belül Blattfelder Béla államtitkár úr fog Szabadkára utazni, és immáron nem csak elviekben, hanem a részletekben is áttekinteni ezt a gazdaságfejlesztési programot, hogy a magyar kormány milyen módon, milyen eszközökkel, benne természetesen pénzeszközöket is értve, milyen eszközökkel tud a segítségére lenni az itténieknek, hogy ne csak lélekben tudjanak megmaradni magyarként, nyelvükben, kultúrájukban, hanem a szülőföldjükön, a szószoros értelmében ténylegesen, egzisztenciálisan is el tudjanak állni. A házelnök elmondta azt is, hogy nagyon régóta nem voltak olyan jók a szerb-magyar kapcsolatok, mint most, és ebben megalapozó szerepe volt annak a megbékélési folyamatnak, amelyet Áder János magyar és Tomislav Nikolic szerb köztársasági elnök kezdett meg 2 évvel ezelőtt. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem lezárt folyamatról van szó, és ezért érdemes lenne egy olyan alapítványt létrehozni, amelynek az lenne a hivatása, hogy a közös történelem szempontjából jelentős embereket bemutassa.